Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március hónapban az IKREK jegyében születetteknél, különösen ami a párkapcsolatot illeti, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a havi jóslást a szerelemre. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Az IKREK jegyének a szimbóluma itt látható. Az IKREK jegye az a levegő eleméhez tartozik, jelenti a mozgást, a könnyűséget, az ötleteket, a terveket. Az IKREK jegye felett Merkur bolygó uralkodik. Március hónapban Merkur bolygó nincs jó hatással az IKREK jegyére. Ezek lehetnek félreértések, vagy viták, az is lehet, hogy vársz egy hírre, vársz egy szerződésre, és ez késelkedik. Légy kicsit türelmes. Viszont, ami Vénusz bolygót illet, Vénusz bolygó nagyon jó hatással lesz március hónapban az IKREK jegyére. Ez kihat a párkapcsolatra, a szerelemre. Itt lesz mozgás, lesz kapcsolat, és lesz közeledés köztetek. Itt tulajdonképpen szerelmi témáról van szó. Itt ez a hölgy utal a hölgyekre, ez a férfi a férfiakra, vagy jelentheti a lelki társadat is, hogy mi köt össze benneteket március hónapban, az itt látható. Ezt a kártyacsomagot a férjem készítette, tehát az ő ötlete, az ő képei, viszont én is segítettem, mert én minden növénynél mondtam azt, hogy mit jelent. Tehát együtt csináltuk. Itt látható a hóvirág, és jelenti a tisztaságot, a tiszta érzelmeket, vagy hogy itt tisztázódik valami. Azt is jelenti ez a kártya, hogy ártatlan vagy, vagy ő, vagy mindketten ártatlanok vagytok. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a halak jelentik az anyagiakat. De azért légy óvatos, mert itt látható a közelben a ravasz róka. Vagy valaki figyelgeti az anyagi helyzetedet. Az anyagiak összefüggésben állnak a munkával, a hivatással is. Lehet, hogy a munkahelyen van valaki, aki rosszindulatú veled szemben. Azt is jelenthetik a képek, hogy valaki szeretne téged kihasználni, például anyagilag. Itt a hold az utal a te intuíciódra. Ha ez az érzésed, légy óvatos, ez a személy rossz indulattal közeledik, akkor hallgass a belső hangodra. Persze a képek azt is jelenthetik, hogy nála van ez a helyzet, hogy te tudatában vagy azzal, hogy van a környezetében egy személy, ez lehet az ex-társnője is, aki megpróbálja őt anyagilag kihasználni. Itt a hold, az jelenti az intuíciódat, az érzelmeket, az álmokat, az álmodozásokat, és a halak jelenthetik a belső értékeket is. Te értékes vagy ahhoz, hogy éld az álmaidat. Ebben az esetben lehet, hogy a ravasz róka óv téged a negatív gondolatok és negatív érzelmekkel szemben. Mert előfordulhat, hogy te tényleg értékes vagy, hogy az álmaidat élj, vagy egy álom megvalósuljon, de a ravasz róka jelentheti azt is, hogy te úgy gondolod, ebből úgysem lesz semmi, én ezt nem érdemeltem meg, vagy vannak bizonytalanságok, félelmek, tehát azért ügyelj a saját gondolataidra, vagy érzelmeidre is. És most megnézzük, hogy mi van nála. Itt ez a fa jelenti azt, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, ahol ő le tud horgonyozni, le tud gyökerezni. De vannak pillanatok, amikor még olyan hideg-rideg a tartása. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy a téli hónapokban nem volt mozgás, nem mentek előre az események. Minden olyan hideg-rideg volt, minthogyha megfagyott volna minden a környezetében, de itt hamarosan meg lesz a szív melegsége, lesz egy változás. A szív itt jelenti a szerelmet kettőtök között, jelenti a családban a szeretetet, jó kapcsolatokat, és itt a medve pedig az ő erejét, hogy bebizonyítja magát. Vagy jelentheti a belső erőt is, a hitét. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van. Ez lehet az apukája, ez lehet a főnöke, itt volt egy olyan hideg-rideg kapcsolat, de most márciusban akkor olyan szívélyes lesz, minden tisztázódnak bizonyos dolgok, sőt látható az ő ártatlansága. Ami kettőtöket illet, a téli hónapokban ez nem volt túl könnyű, de legyen meg a hited, hogy ez a férfi tényleg szeret téged, akkor is, ha úgy gondolod, hogy vannak itt a környéken még hamis személyek, akik kihasználják őt, de legyen meg a bizalmad, higgy az álmokban, hogy bízd meg benne, hogy ő tényleg szeret téged, és itt van az ő ártatlansága, tehát nem csapott ő tégedbe. És ez volt a március havi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék neki, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. Azon kívül írd le a véleményedet a kommentárba, köszönöm, és meglátogathatsz a Facebook oldalamon, ebből kettő van, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok nektek egy csodálatos március hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!